Az Erdős-Mecskei Német Önkormányzat idén a 10. Német Nemzetiségi Délután című programmal ünnepelte a helyi német baráti kör jubileumát. Az elmúlt 25 évet egy kiállítással elevenítették fel a Kultúrház galériájában. Másnap egy kulturális műsorral várták a vendégeket. Az egyesületünk 1999-ben alakult, akkori lelkes erdős-mecskei fiataloknak a kezdeményezésére. Szerencsére támogatást kapott az akkori polgármester részéről, aki segített az első lépéseknek a megtételében, és hát azóta töretlenül folytatjuk a munkát. Én már harmadik elnökként folytathatom ugye ezt a tevékenységet. A munkánk igazából egy kulturális tevékenység, tehát főként programokat szervezünk, elsősorban nyilván az erdős-mecskeieknek, de hát nyilván törekszünk ugye a környező településeket, illetve a külsősöket is bevonni, meghívni hozzánk. Már a kezdetek óta segíti az egyesület munkáját Schmidt Zoltán. A Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségének alelnöke is részt vett a rendezvényen. Szerinte az ilyen szervezet kulcsfontosságú a kisebb településeken, hiszen a közösség formáló munkájuk mellett a magyarországi német kultúrát is ápolják. Gyakorlatilag a német önkormányzatok alapjai az egyesületek. És hát azért fontosak, mert egy egyesület az sokkal több lehetőséggel bír, mint egy csak idézőjelbe tett kulturális kultúrcsoport. Pénzből élünk, az, hogy egy ilyen rendezvény meglegyen, mint ez a mai is, ehhez pénz kell természetesen, és egy kulturális egyesület az nagyon sok helyre fordulhat. A jó hangulatú délutáni rendezvényen zenés, táncos műsorral ünnepelték az elmúlt 25 év sikereit.